Most engedem Ferit be. Ez egy nagyon érdekes oldás lesz. Hellóka, itt vagy velem? Hello. Szia. Üdvözlök. Mondd még egyszer. Magamat nem látom, csak téged. Nem baj, én látlak, és hál' Istennek a felvételen is vagy. Köszönöm szépen azt az intelligens kérdést, amit feltettél. Én felolvasom a kérdést, és csinálunk egy csoportos oldást. Mit szólsz hozzá? Rendben. És bár mi privátban beszéltünk, szeretném az engedélyedet kérni arra, hogy ahogy átmegyünk ezen az oldáson, megoszthatom-e a publikus YouTube csatornámon? Természetesen, persze. Köszönöm szépen. Felolvasom akkor a kérdésed, és arra kérlek, Feri, hogy legyen nálad papír és toll, és írjál egy pár dolgot, amit mondok neked. Jó? És akkor, mert a leírt dolgokat fogjuk az oldáshoz használni. Kérdésed. Már régóta van egy folyamatosan visszatérő probléma az életemben, amit egész eddig nem tudtam hová tenni. A könyved és kurzusod sok minden ráébresztett, ebben az elakadásomban viszont szeretnék tanácsot kérni tőled. Nagy elakadásom az életemben a származásom kérdése. 25 éves fiatal roma srác vagyok. 14-15 éves korom óta rendszeresen dolgoztam iskola mellett, átlagos tanuló voltam, mindig is csendes és visszahúzódó, mondhatni társaság kerülő. 6-7 éves lettem, amikor édesapám folyamatosan azt mondogatta. Cigányként az életvém sokkal nehezebb, többet kell dolgozni, többet kell tanulni mindenből, kétszer annyit kell tenni, hogy elismerjék a munkát. Na most, 25 évesen, ha csak meghallom a valaki szájból a cigány szót, egy furcsa feszültség merül fel bennem. Sokszor mondják nekem, ne haragudj, nem rád értem, te normális vagy. Mindig azt válaszolom, persze, nincs is semmi baj, tudom, hogy én más vagyok, viszont a lelkem mélyén egy hihetetlen feszültség keletkezik bennem. Nehéz a légzés, alig kapok levegőt, és dühös vagyok. Hozzátartozik, hogy talán az is a bajom. Nagyon nem is tudom hová sorolni magam, mert romaként a nyelvüket nem beszélem, hangszeren nem játszom, még csak roma zenét sem igazán hallgatok, amit egyébként szintén roma ismerősémtől rendszeresen megkapok. Társaságukban sokszor feszültnek érzem magam, nem oda illőnek. Viszont a magyar származású emberek részéről pedig folyamatosan az ilyen gyanakvást, távolságtartást érzek, és többször megkaptam már, hogy ne haragudj, de cigányt én nem tudnék közel engedni magamhoz. Az elakadásom, én úgy fogalmazom meg sokszor magamnak, mi is vagyok akkor egyáltalán? Roma vagyok egyáltalán úgy, hogy semmilyen tradíciót, szokást nem tartok, a nyelvet nem beszélem, de még az általános gondolkodásmóddal sem tudok azonosulni. Amire rájöttem, hogy az elakadásom miatt ismétlődik újra és újra a történet, csak más szereplőkkel. Szinte minden helyzet ugyanaz, viszont a szereplők cserélődnek. Mit tudsz tanácsolni, hol kezdjem, mivel kezdjem ennek a feloldását? Milyen technikát lehet erre alkalmazni, erre a helyzetre? Köszönöm. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy feltetted ezt a kérdést, és azért is kértem, hogy gyere be itt élőbe, mert ez egy nagyon égető kérdés. Magyarországon ugye van ez, itt Amerikában, itt a feketékkel van hasonló, és akár hiszed, akár nem, én fehér vagyok, ha már lehet így fogalmazni, engem is nagyon sok körben, főleg mikor a válásom után volt, itt lent Arizonában mexikóiak eléggé kinéztek. Tehát ez, sajnos ez egy emberi tulajdonság, ez egy emberi rossz programsorozat, amikor valaki, aki más, azt lenézi, megveti, és támadja. A támadás, ahogy mondtam, az mindig önvédelemben van. Bugyolálva, és akkor az ember az önvédelmet, az ego az önvédelmet próbálja magyarázni. Hát azért csinálom, mert nem bízom benne. Mert mi van akkor, ha lop tőlem valamit? Mi van akkor, ha bánt?
És minden ilyen kielentés ott van egy nagyon durva támadás, egy távolságtartás, és a távolságtartásnak a pszichológia pedig szeparáció. Kérlek, akkor írd le így a következőket, és hozd meg velünk, és ezt a nagy technikával én segítek neked végigvezetni. Jó? Sokkal, annyira megkönnyebbült leszel, és egy teljesen magas rezgéssel fogsz bírni a találkánk végére, hogy amikor ezek történtek veled, mik voltak azok az érzések, amik benned feljöttek? Mondtál egy párat, de írd le, kérlek, hogy meghökkentem, megdöbbentem, szomorú lettem, dühös lettem, jó? És hozd meg ezeket, adok egy pár pillanatot neked addig. Rendben. Ha nem bánod, oszd meg velünk a válaszokat, légy szíves. Nem. Amik ilyenre feljöttek, az a meglepődés, idegesség, egy ilyen belső feszültség, és azért maga az értetlenkedés, hogy nem értem a mértjét, hogy okay. Ezt így miért fel. Igen. Tedd azt is hozzá, majd csak azért, hogy egy sok állapotot hozott benned létre. Okay? Ezek, mondom most a többieknek, a hallgatóknak és a nézőknek, hogy ezt is tudjátok csinálni bármi olyan szituációra, amikor úgy érzitek, hogy vagy a közösség, vagy egy más személy elutasít benneteket, hogy először fedezzük fel, mik azok az érzések, amik bennetek feljönnek. Hasonlóképpen döbbenet, sok, szomorúság, düh, nincs rossz válasz. És minél dúsabb ez a lista, annál nagyobb áttörést tudunk csinálni. A következő kérdés, Feri, akkor hozzád, hogy akik eddig téged bántottak, féltek tőled, elutasítottak, ismeret, most nem, nincs erre egy jó, hogy mondjam, egy összefoglaló szó. Érezd rá, és én segítek neked. Szerinted ezek az emberek, és jó sokan vannak, mitől félnek? Nincs rossz válasz, csak érezd rá, hogy mi az, amitől ők félnek. És ezt írd le, kérlek. Jó, ez a következő. A pont a gyakorlatban. Ezt is tudjátok a többiek, hogy amikor van egy konfliktus, lehet, hogy az áldozati szemszögből látjuk, nem baj, de ez a következő második kérdés, hogy mitől fél az a másik? Vagy a mások? Jó? Mi jött eddig fel neked? Most nem jössz föl semmi, mondom őszintén. Oké. Okay. Mondok egy pár szót, és tudod, amikor velem valaki coachingol, aki már ismer, azt tudja, hogy olyan, mint kell egy hányózacsi, mert annyira belenyúlok, tudod, a közepébe, de a végén egy hatalmas áttörés, akkor nem kezdtem mintát tovább vinni. Elmagyarázom még a mélyebb pszichológiát is. Attól félnek, hogy ugye, ahogy te mondtad, a roma és a cigányoknak van egy olyan sztereotípiája, hogy ők lopnak. Hát igen. Igen. Oké, tehát azt írd le, kérlek, jó? Mert most te vagy ebben a metamorfózisban itt velem, meg amit most innentől kezd majd tudsz tovább vinni, te leszel az új tanár, te leszel az új szóvivő. Eddig ugye Feri, akit bántottak, és tudom, hogy ki tudsz állni magad, de nem erről van szó, de az embernek van lelke, az embernek van szíve, és amikor a külvilág állandó csak csépül, vagy úgy mondják, hogy csépül, vagy bánt minket, akkor az ember azt mondja, tudod mit? Tudod, húzzál, vagy én húzok. Ez így nem megy tovább, nem jó. Tehát félnek attól, hogy ugye, hogy lopni fogsz. Félnek mitől? Én mondok egy csúnya szót, de nem magadra gondolj, hanem az általánosságra. Jó? Mi jön fel még neked? Most ilyen meglopás, ezután, hogy meglopás, hogy bántanak tulajdonképpen fizikálisan. Bántanak, igen. Nekem jött egy olyan, és tudod, ez egy nagyon intuitív folyamat. Itt nincs rossz, ami jön, és megjelenik, azzal kell dolgozni. Nekem jött egy olyan, hogy koszosak és mocskosak. Oké? Okay? Uh-huh. És
Ha leírtad, szólok, vagy szólj, kérlek. Elmagyarázom így, ahogy megyünk neked, és természetesen a nézőknek és a többieknek, hogy miért fontosak ezek a kifejezések. Amíg nem ismerik a pszichológiát, addig az egész egy olyan, csak egy érzelemvilág, próbálunk az érzelmeken idomítani, de nem tudjuk, miért van jelen az érzem, és mi az üzenet. Amikor, mi volt az első, Feri? Meglopnak minket. Meglopnak, oké. Okay. Aki a meglopástól fél, az ő magában egy integrálatlan tolvaj. Csak attól félünk, ami bennünk integrálatlan. És az integrálatlan tolvaj, ez a szívtörés traumáján belül van. Ezt lehet, most lehet, hogy nem érthető, csak mondom neked, hogy csak az fél a lopástól, akinek a szíve össze van törve. Akinek egy kieveretlen támadás, lopás története van, azt vagy múlt életben, vagy ősidőkben megtörtént, még nem heverte ki, nem integrálta magában, és akkor ez a történetet használja fel az ego arra, hogy bújtassa a mi támadásunkat és a mi lopásunkat. Mindenki volt már minden. És az érmének két oldala van. Tehát amit rád kivetítenek, azok ők gyógyulatlanul. Ez mi rád is igaz, rám is igaz, mindenkire igaz, így működik az elme. Csak annyira kacifántos a tudattalan alvilágunk, hogy ez nem lehet, ezt meg kell tanulni. Emlékszel, ezt nem lehet, majd én levizélem, töltöm, meg lecsatornázom, nem lehet lecsatornázni. Ezt meg kell tanulni. Ez egy tudomány. Jó? Tehát a szívük össze van törve, traumatizáltak, a szívtörés mindig együtt jár a cserbenhagyás traumájával, tehát magyarul ők cserbenhagyók, az ego elhitette velük, hogy ők a cserbenhagyottak, és azt csinálják, hogy téged állandóan támadnak és cserben hagynak, mert a maguk bűntudatát még nem vetkőzték le. Oké, ennyire durván működünk. Szinte az egész mindig az ellenkezője. Ezt azért mondtam el most így neked és nektek, hogy majd mikor csinálják a nagy technikát, és te beszélsz hozzájuk, akkor ezeket el kell nekik mondani. Jó? Tehát amire emlékszel, meg amit leírtam, hogy te leszel a szónok, majd mutatok egy nagyon jó gyakorlatot, és azzal nagyon profi, mélyen lehet oldani ezeket. Mi volt a következő, a második válasz sorozat? Koszossak. Nem hallom. Koszossak. Oké. Igen, igen. Ez is egy olyan pszichológiával bír, hogy a saját mocskuk, a saját koszosságukat még nem integrálták és fogadták el. Oké? Megint a kivetítés. És majd ahogy te majd csinálod a nagy technikával, majd én segítek persze, te el fogod nekik mondani, hogy ti azt hiszitek, vagy azt feltételezitek, hogy koszos, mocskos, stb. Stb. Most itt a kihívás, és itt kell nagyon okosnak lenni. Mindenben van igazság. De majdnem minden fél igazság. Megmondom miért, és ezt hogy kell értelmezni. A legfelsőbb kaszt, a kormányok, az egész invertált, 3D-s, antikrisztusi mátrix arról szólt, hogy szeparációkat teremtsenek, ellenségeskedéseket a különféle csoportok között, nyelvezetek között. Ez egy szándékosan szadíztak minket. És az emberek, ahogy említettem, ilyen programozás alatt álltak és állnak. Ezek a programok az elmében vannak. És sajnos, ahogy neked is, meg kell tapasztalni kellemetlen dolgokat ahhoz, hogy felismerjük, hogy ez is létezik. Amikor mi felismerjük, akkor kettő dolgot tudunk csinálni. Az egyik, hogy megszeppenünk és úgy maradunk, utána elkezdünk dühöngeni, mert nincs az az áldozat, aki nem dühöng. Okay? Csak erről mi nem nagyon szeretünk beszélni. A másik, meg amit most te csinálsz, hogy figyelj, épp eleget fájt, szeretnék tenni valamit az érdekében, hogy ne legyen így tovább.
És ez a mi feladatunk itt, hogy ne legyen itt tovább. Valami van, nem szép, ezért jöttünk vissza a jövőbe, hogy kitakarítsuk, hogy mondta, ez a kúplerány, ez egy kúplerány. Mentális tragédia. Ez az elme, ez az ember elmé. Okay. Következő a kérdés, a harmadik, és mindnyájatoknak szól. E pillanat. Mik azok a dolgok, vagy mik azok, amiket ezek az emberek még nem fedeztek fel, vagy nem jöttek rá? Nincs rossz válasz. Tudom a választok, hogy igen? Egy kicsit feltekerem a hangerőmet, mert mondd még egyszer. Igen, ugyanúgy a válaszokat, ugye? Igen, légy szíves, és hozd meg. Feri. Igen. Valaki írt, Margóka írt most, azt még nem tudom, segíthetek-e, egyik legjobb haverom is roma, jöttek szavak, bizalmatlanság, intelligencia hiány, lenézés, ítélkezés, szégyen, előítélet. Ezeket tegyük be a technikába. Leírnád kérlek, hogy melyik volt az első, volt az érzés, a második pont, ott mit csinál? Félelem. Mitől félnek, igen, akkor oda kérlek, ezt írd be, te valószínűleg nem látod ezt, tehát ott tett hozzá bizalmatlanság, ezek persze ítélkezések és intelligencia hiány, lenézés, ítélkezés, szégyen és előítélet. Meg vagy? Aha, igen. Mi volt a harmadik kérdés? Mik azok, amiket nem fedeztek fel? Igen. Ennek így van értelme. Mi, és rengeteg minden lehet. Lehet, hogy nem fedezték még fel, hogy ezeket a dolgokat ők vetítik ki. Ezek az ő elutasított árnyaik. Ezek az ő gyógyulatlanságaik. Az ő félelmeik. És valamilyen szinten hallottátok tőlem ezt nagyon sokszor, és ezt szándékosan ilyen ütősen mondom, istentelenség. A teremtő teremtett nagyon sok verziót. Te vagy te, én vagyok én, ti vagytok ti. És nem azért teremtett ezt sok verziót, hogy mi egymással küzdjünk. Ez egy buta ego program. Hanem azért, hogy neked van egy funkciód, neked van egy tehetséged. Ugyanúgy nekem, ugyanúgy neked, 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 nektek. És egy magasabb szinten egy gyönyörű, nem is tudom minek hívni, egy rendszer vagyunk. Egy gyönyörű passzentos rendszert kell, hogy alkossunk. És amíg az egyik alkatrész haragszik a másikra, addig egy ostoba ego program áldozatai vagyunk. És az történt, hogy nagyon-nagyon régen, már milliárd évvel ezelőtt is nagyon sok részünk eltávolodott a teremtés, a teremtőtől. Kiestünk Isten kegyeiből, istentelenné váltunk. Az emberek ezt nem tudják, mászik, hogy templomba menni az Isten, nem, abszolút nem. A sejtszinten, az elmébe egy millió szinten el van utasítva a forrás, a bőség, a jóság az emberekben. És ezt mi úgy kompenzáltuk, hogy
egyre inkább dühösek lettünk, egyre inkább először próbáltunk a másik kedvébe járni, utána az nem ment, és akkor ilyen önző, nem önző, az egész ilyen keszekusza dominó, meg ilyen pepita, fekete-fehér világba próbáltunk választ találni, és nem megy. Azért kell minden részünket visszaintegrálni, hogy egészségesek és teljesek lehessünk, ahol nem kell a másiktól félni, nem kell cirkuszolni, nem kell ismerd ezt a dolgot, hogy mi belül megnyugszunk, és amikor mi megnyugszunk, akkor mi vagyunk az életünk nyergében. Amíg nem vagyunk békések belül, addig integrálatlan vagyunk, és a külvilág rángatja ugye a láncot, és a békjót, hogy nevezzük, aminek akarjuk. Mi az, amit nem tudtak? Mi az, amiről nem tudtak? Jó? Negyedik, és ez az utolsó kérdés. Minél személyesebb egy történet, mint a tied, annál univerzálisabb. Most ezt lehet kétféleképpen értelmezni. Az egyik az, hogy hát nekem ez fáj, nekem ez a történet fontos és jogos. Nem akarom ennek az erősségét, a jogosságát azzal higítani, hogy másra gondolok. Ez az egyik megközelítés. Ezzel kezdünk általában. A másik felfogás meg olyan, hogy tudod mit? Legalább nem vagyok egyedül. És hogyha mással is ez történik, akkor nagy baj van, és ezt meg kell oldani. Tehát átmegyünk a jó mentorokkal, jó coachokkal egy bántott áldozati szerepből egy vezető szerepbe. Ez magától nem alakul ki soha. Ide tényleg kell tudás, profi mentorok, azt hiszem, hogy ezt említettem többször. Tehát te is, veled is most ez történik, Feri. Van egy intelligens, értelmes srác, Horváth Ferinek hívják, aki eddig megfigyelője volt egy csomó csúnya programnak. Szinte mindnyájan csak más programokat fedeztünk fel, és láttunk a külvilág, mi nem tetszik. Ezt magunkon belül meggyógyítjuk, a külvilágnak ezt az energiát megtanítjuk, ezzel mi fölülmegyünk rezgésbe, és megszüntetjük ezt az antikrisztusi világot. Ezt nem csinált eddig az emberiség. Mindig leredukáltuk magunkat, és mindig beadtuk a derekunkat az ördögnek, azaz ennek a cirkusznak, a butaságnak. Jó? A negyedik kérdés akkor, hogy a hozzád hasonló cipőben járóknak milyen tanácsot adnál? Jó, nagyon köszi. Egy perc, és kezdhetjük. Ez a technika, ez a nagy technika, csak mondok egy-két ilyen finom trükköt, és természetesen tudjátok ezt a saját szituációtokra idomítani. Elmondanék neked még annyit, Feri, hogy az oldás kezdése előtt, hogy mindenféle fajgyűlölet és rasszizmus az a
az a rasszista embernek az inadekvántságát, azaz az értéktelenségét és a méltatlanságát jelzi. Oké? Okay? A legtöbb ember, te is ott tudod, a viszont szorongásba betettem az öt ősi sebet. Az első az a fizikai biztonsághiány, a másik pedig a szeretet és az értékhiány. Az emberek szeretet hiányba szenvednek. Össze vannak, a szívük össze van törve, traumatizáltak, és annyira értéktelennek vélik magukat lent a tudattalomban, hogy ezért nem megy nekik a teremtés. Ezért nem tudnak se pénzt, se jó kapcsolatot és teremteni, mert nem az számít, hogy mit mondunk, hanem hogy mire ezek a tudattalomban. Itt fönt, és ezt hívom spiri hablacsnak. Blablabla, 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 még és rengeteg bla. Itt viszont tombol az óceán. És ezt kell lecsendesíteni, és utána minden meg fog történni. Kezdjük. Még egy utolsó kérdés, ez most egy személyes kérdés, hogy szereted-e, lehet, hogy nem, de valószínűleg igen, szereted-e, mikor kedvesek hozzád az emberek, és megdicsérnek, és elismernek? Természetesen. Oké. Hogyan szeretnéd? Ezt a nagy technika végén, majd ahogy csinálják az oldást, mi az, amit szeretnél, hogy a hallgatóság, nem ez a hallgatóság a privát csoportban, hanem az a hallgatóság, akihez beszélsz. Hogyan szeretnéd, hogy megünnepeljenek, vagy elismerjenek? Mi lenne az a legmegfelelőbb módja annak? Igazából csak elismernék azt, hogy nem vagyok semmivel sem kevesebb, mint ők például. Értem. Jó. Akkor kezdjük az oldást, mindegyikötök csinálhatja ezt, és akkor a lista lesz a puska. Jó? Nem... Mert nézzetek le. Képzeld el, hogy egy színpadon vagy. Te vagy a főszereplő. Van még ott egy-két mellékszereplő, és akkor te nem igazán jól, de látod a nézőket. Tudod, hogy a színházakban van az alsó sor, ott a sorok egymás után, és akkor fent van sok emelet és páholyok. Képzeld el, hogy az alsó sorban vannak azok, akik eddig téged támadtak, bántottak. Lehet, hogy nem tud őket megnevezni név szerint, de biztos vannak specifikus sztorik. Jó, tehát ők ülnek itt ebben a földszinti sorban. Azok az emberek, akik veled hasonló cipőben járnak, és azok, akik szeretnének tőled segítséget kapni, fönt ülnek a páholyokban. Tehát megvan mind a két aspektus. Ők itt a magasabb, tudod, ezek a felső emeleteken nagyon-nagyon szeretnék, hogy sikeres legyen a beszéded. Nagyon várják a megoldást, és kíváncsian várnak arra, hogy mit fogsz mondani. Itt lent, az alsó sorban pedig dühösek, haragszanak magukra, és kicsit félnek attól, ami elhangzik. De se baj. De neked most az a dolgod, hogy egy hatalmas szónoki beszédet leadsz, magadat meggyógyítod, másokat nem bántunk, hanem magadba integrálunk dolgokat, és ettől egy eszméletlen erős férfivá válsz, egy vezetővé válsz, ahol tudod tovább vinni a fákját. Oké? Kezdjük akkor ott, hogy ott vagy a színpadon, képzeld el, hogy több ezer ember van ott. Én segítek neked, tehát én majd segítek neked mondani dolgokat, de használd a te jegyzetedet is. Kezdjük azzal, hogy mondd, hogy kedves megjelentek, jelenlévők. Kedves megjelentek, jelenlévők. Horváth Ferenc vagyok. Horváth Ferenc vagyok. És a következő pár percben... Egy nagyon sokoldalú beszélgetést fogunk folytatni. Ebben lesznek kellemes részek és kellemetlen részek. Ebben lesznek kellemes, kellemetlen részek.
de a végén egy hatalmasat tudunk nevetni és tapsolni. De a végén egy hatalmasat tudunk nevetni és tapsolni. Én az eddigi életemben nagyon sok bántást tapasztaltam. És akkor itt tedd be, hogy érezted magad. Tudod, az első válaszra, hogy szomorú voltam, féltem, szorongtam, jó? Ideges voltam, sokat szorongtam, feszült voltam, ragudtam a világra és az emberekre, adtam a helyemet. Úgy éreztem, hogy ez egy unfair bántás irányomban. Mert én mindig is keményen dolgoztam. Én becsülettel léteztem. És eszem ágában nem volt semmi olyat csinálni, mint amire ti gyanakodtatok. Oké, most megyünk a második részhez. Mitől félnek? Majd te kérlek ezt, neked van itt egy jó listát, kb. 10 válasz van, ugye? Rájöttem arra, hogy ti belül félelemben éltek. Rájöttem, hogy a bizalmatlanság rezeg bennetek. Rólam, meg rólunk azt hittétek, hogy mi intelligencia hiányjal bírunk. Lenéztetek engem és minket. Ítélkeztetek fölöttünk. Szégyenbe próbáltatok hozni minket. És sokszor ez sikerült is. Előítéletek voltak. Ide még tett kérlek hozzá, amit te leírtál. Jó, ami ide, ez a második. Azt hittétek, hogy koszosak vagyunk. Egy folyamatos bizalmatlanság volt az irányunkba. Azt hittétek, hogy intelligencia hiányba szenvedünk. Nagyon jó. Folytatjuk tovább. Én tudom azt, hogy mindenben lehet valamilyen igazságot találni. És mindenre rá lehet kenni valamiféle, nem tudom, miért hívják, vajat, vagy mi a kifejezés. Tehát mindent meg lehet magyarázni, ezt szeretném mondani. Viszont amiről ti nem tudtatok, hogy ezek a megfogalmazások bennetek ugyanúgy rezegnek. És ezt én azért mondom el nektek. Mert ez ad nektek lehetőséget arra, hogy oldjátok magatokban. Mert ez ad nektek lehetőséget arra, hogy oldjátok magatokban a gyűlölködést. És a ti összetört álmaitokat nem máson verjétek le. Csak az gyűlölködik. Csak az ítélkezik. Ilyen módon. Akinek az álmai összetörtek. És a külvilágon próbálja leverni. Tudom, hogy ezek nem feltétlenül esnek jól így hallani. De megkértek fentről. Hogy adjam át ezeket az üzeneteket. A kollektív és magam érdekében. Szeretném javasolni nektek, hogy oldjátok a traumáitokat. Szeretném javasolni nektek, hogy oldjátok a traumáitokat.
Vállaljátok vissza az emberségeteket. Vállaljátok vissza az emberségeteket. Kezdjétek gyógyítani az összetört szíveteket. Kezdjétek gyógyítani az összetört szíveteket. És kezdjetek magatoknak megbocsájtani. És kezdjetek magatoknak megbocsájtani. Felelősséget vállalni. Felelősséget vállalni. Az elmetakarításáért. Az elmetakarításáért. És így békében, és így békét találhattok. Így békét találhattok. És nem a külvilágot támadjátok. A külvilágot támadjátok. Érzed közben, hogy milyen... Oké. Ezeket nem azért mondom, hogy bántsalak benneteket. Ezeket nem azért mondom, hogy bántsalak benneteket. Ezek eddig elnyomott és kifejezetlen rezgések voltak. Ezek eddig elnyomott és kifejezetlen rezgések voltak. És most azáltal, hogy a felszínre hoztam. És most azáltal, hogy a felszínre hoztam. Mindnyájunknak meggyógyul, vagy mindnyájunkba ez gyógyíthatóvá válik. Mindnyájunkban ez gyógyíthatóvá válik. Oké. Most megyünk a harmadik részhez, tehát mi az, amiről nem tudtak. Jó, és akkor mondta nekik, hogy amit ti eddig nem vettetek észre, vagy nem tudtatok róla. Amit ti eddig nem vettetek észre, vagy tudtatok róla. És akkor itt nézed, hogy mit írtál le. Mondom először én a pszichológiát, és utána a saját, tudod, hogy a ti saját inadekváltságotokat és értéktelenségeteket vetítettétek ki rám. A ti saját, mi volt még egyszer? Oké, ezt úgy mondják, hogy inadekvált. Tehát van ez, hogy adekvált, azt jelenti, hogy és az in, az a fosztóképző. Tehát az inadekváltságotokat. A saját inadekváltságotokat. És az értéktelenségeteket. Értéktelenségeteket. Vetítettétek ki rám. Vetítettétek ki rám. Engem támadtatok. Engem támadtatok. De minden támadás, öntámadás. Minden támadás, öntámadás. Ezért nem vagytok jól. Ezért nem vagytok jól. Mert a külvilágot támadjátok. Mert a külvilágot támadjátok. De ugyanakkor magatokat is. Leredukáljátok. Leredukáljátok. És akkor most itt folytas kérlek, ugyanígy mondod, hogy és még arról sem tudtatok, hogy. Jó, tehát itt most... Még arról sem tudtatok, hogy miken vagyunk tőletek rosszabbak. Láttátok soha sem a jó oldalunkat. Igen. Meg hogy mi az, amihez valójában értünk. Igen. Mondok még egy pár dolgot. Amit itt a harmadik pontban nekik mondj, légy szíves. Az emberiség eddig szeparációban élt. Az emberiség eddig szeparációban élt. Ez azt jelenti, hogy magán kívül látta mind az ellenséget, mind a megoldást. Ez azt jelentett, hogy magán kívül látta mind az ellenséget, mind a megoldást. Bennünk van a megoldás. Bennünk van a megoldás. Ugyanúgy bennünk van az ellenség is. Ugyanúgy bennünk van az ellenség is. És mi csak szimplán az elmei programokat kivetítjük másra és a külvilágra. És mi csak szimplán az elmei programjainkat kivetítjük külvilágra és másra. Ezt ti nem tudtátok? Ti nem tudtátok. Lehet, hogy pont ez az én feladatom. Lehet, hogy pont ez az én feladatom. Hogy ezt tudatotokra hozzam. Tudatotokra hozzam. Ez most jól esik kimondani. Most jól esik kimondani. Magabiztosságot érzek. Magabiztosságot érzek. És ezt kívánom nektek is. Kívánom nektek is. Ne bántsátok magatokat. Ne bántsátok magatokat. És ezáltal mást. És ezáltal mást. Mert így kerültünk ebbe a kelepcébe, amiben most vagyunk. Így kerültünk ebbe a keletcébe, amiben most vagyunk. Az érzelmi intelligencia és a belső munka az egyedüli kiút.
az érzelmi intelligencia és a belső munka az egyedüli kiút. És ezt szeretném nektek javasolni. És ezt szeretném nektek javasolni. Hogy ebbe kezdjetek bele. Ebbe kezdjetek bele. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönöm, hogy meghallgattatok. És most menjünk a 4-es pontra. És most hozzátok beszélek hasonló cipőben járó embertársaim. És most hozzátok beszélek hasonló cipőben járó embertársaim. Szeretnék nektek tanácsot adni. Szeretnék nektek tanácsot adni. És segíteni elengedni a múlt fájdalmait. És segíteni elengedni a múlt fájdalmait. Remélem, hogy az eddig elhangzottak. Remélem, hogy az eddig elhangzottak. Hasznosak voltak számotokra. Hasznosak voltak a számotokra. És kérem tőletek, hogy békéljetek meg a világgal. És kérem tőletek, hogy békéljetek meg a világgal. Bocsássatok meg magatoknak. Bocsássatok meg magatoknak. És bocsássatok meg a Teremtőnek. Bocsássatok meg a Teremtőnek. Mert titkon őt is káromoltuk a fájdalmainkért. Mert titkon őt is káromoltuk a fájdalmainkért. Tudjátok, hogy értékesek vagytok. Tudjátok, hogy értékesek vagytok. Tudjátok, hogy bennetek van az erő. Tudjátok, hogy bennetek van az erő. És tudjátok azt is, hogy én nagyon szeretlek és tisztellek benneteket. Tudjátok azt is, hogy én nagyon szeretlek és tisztellek benneteket. Kezdjük elengedni a múltat. Kezdjük elengedni a múltat. A fájdalmakat és a sérelmeket. Fájdalmakat és a sérelmeket. A nehezteléseket. A nehezteléseket. És ahelyett vállaljuk be az életcélunkat. Ahelyett vállaljuk be az életcélunkat. Az egyedi életkódunkat. Egyedi életkódunkat. És együtt egymásért. És együtt egymásért. A Teremtőért létezhessünk. Teremtőért létezhessünk. Én szeretlek benneteket, mindnyájatokat. Én szeretlek benneteket, mindannyájatokat. Megbocsájtok nektek. Bocsátok nektek. Kérlek, ti is bocsássatok meg nekem. Kérlek, ti is bocsássatok meg nekem. És ártatlanok vagytok. Ártatlanok vagytok. Oké. És adj magadnak egy pár másodpercet, és képzeld el, hogy felgyulladnak a lámpák. Tehát eddig a színpadon ugye rád irányult, és most feloltják a lámpát, és mindenki meg van hatva, könnyekben felállnak, megtapsolnak. Érzed? Nézd meg, hogy ahogy átmentél abból a fél órával ezelőtti energiából egy teljesen más, egy magabiztos, egy stabil pillérré. Hogy érzed magad? Melegségérzés van az egész testemben egyébként. Igen. És kérd meg akkor a Teremtőt, csinálj még egy utolsót. Képzeld el, hogy a mennyei tiszta fehér fény elkezd ereszkedni, és mindenkibe szépen úgy mindenkit átítat ez a tiszta, isteni szerető fény. Még az alaksorban, vagy az alsósorban lévőket is. Jó, mindenkit. Jó? Jó. Na, nagyon köszönöm. Az történt itt, amit csináltunk, hogy nagyon sok töredezettséget és bújtatott pszichológiai elakadást oldottunk fel úgy benned, mint a kollektívban. Valaki írja, hogy ez egy ima csillámpor. Az nem így van. Nem érted, miről szól az egész. Van mit tanulni. Lehet, hogy neked is le kéne menni a színpadnak az alsó sorába. Vagy a színháznak. Rengeteg dolgot integráltunk benned, ami neked magabiztosságot ad, és az elme erején keresztül, akár hiszed, akár nem, a kollektív is felvette ezt az új energiát. Magyarul ilyen gyakorlatokkal át tudjuk programozni a világot. Az ember eddig eszméletlen buta volt. Buta. Nem te. Nagyon kevesen vagyunk, akik... Ja, jó, értem.
nagyon kevesen vagyunk, persze hát ez egy belső kör, akik értik ennek a lényegét, hogy nekünk kell megtapasztalni a kellemetlent, magunkon keresztül feloldani, azzal kivesszük ezeket a lehetőségeket a kvantum mezőből, és átdrótozzuk a Földet. Magunknak és a kollektívnak egy jó életet teremtünk ezáltal. Jó, nagyon szépen köszönöm, egy élmény volt veled dolgozni. Hogy érzed magad? Megkönnyebbülve. Megkönnyebbülve, mert a víz, szó szerint fel a víz. Okay. Hogy fog az életed pozitívan jobbá válni, amiatt, hogy most ezt feloldottad? Mi lesz más, mi lesz jobb? Bízom benne, hogy a környezetemre és barátaimra és mindenkire ugyanez át fog tudni ragadni. Nagyon jó. Nem azokat a megszokott sémákat mondják újra, meg újra. Igen. Ha ne adj Isten, az univerzum dobna egy tesztet irányodban, és megjelenne egy hasonló kijelentés. Nézd meg, hogy tudsz másképp hozzáállni. Mi az, amit másképp csinálsz? Jó, rendben. Nem most. Érezd rá, hogyha ha dobna, és fog, jó, így működik, és onnan tudod, hogy atyaga, tényleg elmúlt. Jó, hogy fogsz másképp viselkedni, hogy fogsz másképp érezni, mi lesz az a magasabb rezgés, amivel te most már rendelkezel? Rá fogok nézni, hogy mit akar ez az egész tanítani, mit akar ez az egész mutatni. Mitől fél az, aki nekem ezt mondja? Nagyon jó. Oké. Okay. És most már látod is a válaszokat. Mindig attól félünk, ami bennünk ugye le van rombolva, vagy le van inadekvált. Tudod, ez a bennünk lévő értéktelenség és a méltánytalanságoknak a részletei. Szuper! Nagyon köszönöm az idődet és a kedvességedet, és így tovább. Köszönöm szépen. Oké, szia. Ja, szia.